Jó estét kívánok! Köszönjük szépen! Végre, köszönjük szépen, végre elmesélhetek egy olyan viccet, ami, na mondom, jó, én hallottam komolyan, és nem én találtam ki, hogy mi az abszolút biztonságérzet? Jáksóra bízni a barátnődet. Csak mesélem, hogy az egyik szerkesztőnk, György Kriszti is ilyen gipszel vagy kötéssel jött be, és azt hittem, hülyéskedik. Nem láttad? Autóbalesete volt szegénynek, és tényleg azt hittem, hogy rajtam gúnyolódik, de rögtön elkezdtem azon tűnődni, hogy... Pedig beszélgettem. Majd nézd meg neki a jobb keze. Ketten együtt tudnánk baseballozni. Miért érzi az ember magát egészségesebb valahogy? Múlt heti feladvány hírünk így szólt. A szingapúri üzletemberek körében végzett felmérés kiderítette, sokukat annyira kimerítik a szakmai tennivalók, hogy szeretkezés közben elalszanak. Kis Zsolt kutasról egy vágyálmát vetette papírra. Nem bánnám, ha a mi honatjáink impotenciája is csak otthon lenne nyilvánvaló. Az ajándékbögrét természetesen elküldjük, csak úgy, mint idézett játékunkban résztvevő kedves nézőnknek is, Sütő Lászlónak Baksára, aki néhány kisgazdapolitikusnak ajánlja Mark Twain idézetét. Jobb, ha befogod a szád és ostobának tűnsz, mint ha kinyitod, és ezzel minden kétséget eloszlatsz. Ma ugyebár szinte minden a pénz körül forog, ezzel kapcsolatban Fazekas Zsolt Salgótarjánból Maurice Baring idézetet küldött nekünk. Ha tudni akarod, milyen véleménnyel van Isten a pénzről, csak meg kell nézned, kinek adja. Meg lehet néhány parlamenti felszólalás készítette Konyári Ágnest, hogy Kin Hubbard idézetét elküldje nekünk. Ha valaki így szól, nem vagyok a szavak embere, miért nem hanyja... Nem vagyok a szavak embere. Ha valaki így szól, nem vagyok a szavak embere, miért nem hagyja ennyiben, és miért ragaszkodik ahhoz, hogy ezt be is bizonyítsa? Végül pedig Tóth Ottóné Isaszegről egy bölcs gondolatot vetett papírra. Óvakodj attól, aki mélyen meghajol előtted, lehet, hogy a szőnyeget rántja ki alólad. Nagyon szívesen olvasunk fel olyan levelekből, amelyekben dicsérnek bennünket a kedves nézők. Ez most nem olyan, ami következik. Egy kislány, Nádaski Szabina Újpestről a következőket írta. Kedves heti hetes, én rendszeres hallgatója vagyok a Jáksó rádió műsorának, és a... Látod, milyen érzékletes ízlése van veled kapcsolatban? Nem néz, hallgat. Nem? És a heti hetest is mindig megnézem. Veled kapcsolatban állította, hogy hallgat, bennünket néz, téged hallgat. Ki fog derülni? A rádióban, ha valaki nem tetszik önnek, akkor lehurrogja, vagy esetenként le is hülyézi. Amikor pedig a heti hetesben mond valami együgyű poént, és a verebes vagy a bajor minősíti, akkor meg van sértődve. Azt szeretném tudni, hogy ezekben az esetekben miért nincs olyan nagy szája, mint a rádióban. Most pedig Verebes Istvánhoz és Havas Henrikhez szólnék. Ne szólják le a Jáksót, mert igaz, hogy gyakran hülyeségeket beszél, attól ő még ember, még akkor is, ha ez nem látszik rajta. Kívánom, hogy műsoruk továbbra is sikeres legyen, tisztelettel, Nádaski Szabina. Azt üzenjük a kislánynak, hogy ne vegye komolyan, amit itt hall, meg lát a Jáksótól, meg a Havastól. Hol tartottam viszont? Váradi Zalán, budapesti nézőnk e-mailjéből csak egyetlen sort szeretnék idézni. Anyátok. Nem, apátok. Még a Havast is szeretem, ha bár emiatt nem nő a családomban a népszerűségi indexen. Látod, tiszta ez a népszerűség. Belesajdult a vállam. Hernádi Juditnak címezte levelét, R aláírással egy kedves nézőnk. Kedves Hernádi Judit, szomorúan hallottam, hogy már nem tud pászkát venni, de semmi pánik, üzenem, hogy édesanyám meghalván, hogy bezár a gyár, gyakorlatilag kifosztotta az üzleteket és egyéb lelőhelyeket. Kérem, vegyen tőlünk pár doboz pászkát.
Vegyen tőlünk pár doboz pászkát, mert ha ön nem segít, még az unokáim is a most szerzett készletből fognak élni. Jó, rendben. Kaptam maceszt. Több helyről is kaptam. Én... Nagyon szépen köszönöm a maceszt, amit kaptam. Én megmondom. Tegnap találkoztam egy úrral az utcán, Isten bizony megkérdezte, hogy hova tud neked küldeni maceszt. Azt mondtam, hogy te már kaptál, inkább nekem küldjön. Hölgyeim és uraim, Kern András! Gávölgy János! Hernádi Judit! Verebes István! Havas Henrik! Kéri László! Hallgatta a mobiltelefon, hogy halló, Valas Henrik! 77. Egyébként elolvastam az ezzel foglalkozó cikkeket, és találtam egy mondatot, ez nagyon jó. A kormánytagok közül Dajcs Tamás a legszegényed. Most én már régen tudtam, hogy mindenből neki van a legkevesebb. Lesz majd egy hír Szabó László Zsoltról, a televízió elnökéről, aki most Oceániába készül, de most teljesen mindegy. Oceánia, Sydney. Vagy Canberra, nem? Nem tudom, az is arra van egyébként. Csak úgy mondom. Déli Cook. Nem számít. Déli Cook szigetek, ráktérítő. Igen. Na, és 1999... Értek ehhez? Na most földrajzórát tartunk, vagy elmondhatom? Tehát rendben volt. A legutóbbi Grespik tárgyaláson Grespik László azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy az én jövedelmem valós, amit bediktáltam. Most közeledik a második tárgyalás. Mi történt? Megint megjelenik az APEC, és most személyi jövedelemadót vizsgál. Most nem tudom, hogy a Széchenyi utcában egy médium ül, és jönnek a sugalmak, vagy nem tudom, hogy ezt nem tudom, azt nem feltételezem, hogy egy telefonra mennek ki. Margit Hittól a Marx. A bizományi bőr áruház is a tiéd, akkor meg a könyv. Igen. Az igen. Volt a tejbüffé. A Kerpel Patika. Igen. Az is mind a tiéd? Igen. Ha most a bajori fülne azt mondaná, hogy most vettem némi kölcsönnel és hitellel egy házat valahol a Balatonparton, és mondom, nem félsz hitelt felvenni, hogy kölcsönt fennesz. Hogy hát miért, mi történt? Legfeljebb visszaviszem az üres üvegeket. De most ebben csak egy különbség van, mert mi bármit elmondhatunk, meg bármit, de mi nem tartozunk oda, ahova ők tartoznak, és minket bármikor az adóbevallásunk alapján, meg amit mondjuk bárhol elmondunk, annak alapján minket meg tudnak büntetni, hogyha az nem igaz, de ott deklarálva van, hogy nincs jogi következmény ennek, amit azért, ők odaírt. Azért mondtam neked már 20 évvel ezelőtt, hogy ne színésznőnek, hanem képviselőnek, de nem hallottál rám az iskolában. Akkor még nem volt divat ennyire. 20 évvel ezelőtt. Azt elfelejtettem még mondani, hogy ezzel együtt jár természetesen, szóval, hogy magának a Szent István körútnak is tehát a hatos villamosok, amik a Moszkva tér felé mennek, azok is az ennyire. A buszokkal, az egyik fele. Ez nem. Nem akarod, hogy szomszédok legyünk? Megveszem a Marx teret. De. Mennyi lehet az? Nem. 9-2. Billiárd. Billiárd. Meg az aluljáró. De a felüljáró hát a nyugatival is. Szokták azt. Inkább a nyugatival, igen. Mert az meg Fellner és Helmer, meg az Eiffelig. Szóval szép, az szép épület, azt meg tudnánk csinálni rendesen. A forgótőkén most nincsen csak 7. Hát azt én elintézek hitel. Megcsináljuk ezt neked. Nyugodtan vedd meg, a Marx teret rám hallgassák. Úgy hívják nyugati tér, már nem Marx térnek hívják. Nyugati ja, tér. Akkor meg kell venni. Nyereséges az MSZP. A pénzügyi mérleg tanúsága szerint 2000-ben 52 millió forinttal több volt a bevételük, mint a kiadásuk. A kisgazdáknak is többletük volt, igaz alig 8 millió forint, míg a MIÉB 73 milliót spórolt össze az elmúlt évben.
Ezzel a villamoson elkezdtem gondolkodni ezen a hírem, már sokféle olvasata van, nekem azt tetszik legjobban. Figyelitek az üzenetet? A villamoson. Ez az Apeknek szól, én villamoson. Nem, ezt te már nem voltál itt, ezt már tisztáztok, ja. Hogy azon járok át, nem tudok vezetni például. Tessék? Igen. De én nem is próbálkozom. Én sem. Tanítottam Atosra sokakat, nyugodtan akik fölülhetsz, ingyen rám hivatkozom. Hát igen. Mint, hogy én küzdelek. Én tudtam, hogy a havas mellett nehéz lesz egy mondatot végigmondani, mégis csak neki rugaszkodom. Szóval az jutott eszembe a hír közben, hogy ez biztató, mert hogyha a pártok nyereségesek, akkor ezek szerint ez a legjobb üzlet. Viszont akkor a veszteséges vállalatokat is mind át kéne alakítani pártokká. Képzeld, de milyen jó lenne Győri Kex és Ostya párt. Más párt. Hogy apám, aki a mélyéből ki tud hozni 73 milliót, mikor az MSZP csak mennyit, 52-t hoz ki, azért az nagy bravó. És ez miből jön össze? Ezt mi fizet? Abból a sok munkából, amit végeztem. Alapján véve, jó, amit a Juci kérdez, a pártok bevételének nagy része az költségvetési támogatás, amit annak megfelelően kapnak, amilyen választási eredményt értek el. Ezért messze az MSZP-nek és a Fidesznek van a legtöbb pénze. Igen. Aha, és akkor ő nem költi el a miép? Tulajdonképpen? Miért spórol? Miért spórol? Igen, jó ha példával jár mire? Ebben. Hát mutatja, hogy mi vár rád is majd. Azt akarom mondani, hogy miből jöhetett össze? Lehet, hogy 5 miniszterelnök jelöltből, ha eladsz 4-et, akkor az ennyit hoz. MSZP. És ez 8 millió, annyi maradt a kisgazdáknak, azért látjátok? Jut is, marad is. Most elköltik itt a Cegléd és Nyíregyháza között, amíg találnak egy helyet, ahol elférnek. Hát, már kis helyen elférnek. Sok kisgazda kis helyen el. A nők könnyebben és gyorsabban rúgnak be, mint a férfiak. Derül ki egy New Yorkban készült tanulmányból, mivel a nők gyomrában kevesebb az alkohol lebontásáért felelős enzim. Én nem tudom, nekem hogy az hogy van, bocsánat, most én hagyd mondjam meg. Igen, csak hagyd, mert mindig. Igen, hát én itt tudom. Hogy az miért van akkor, hogy a nők sokkal hamarabb, hogy én bárhova elmegyek a feleségemmel, mindig én rúgok be elő. Igaz, talán hogy ő nem iszik. Ez igaz. Azt kell mondjam, hogy 2 héttel ezelőtt itt ültem, és a váncsa és a bajor elég nőies volt. Igen, láttuk. Én szódával néztem az adást. Én ebből az egészből csak annyit szűrtem le, hogy ez is sokkal olcsóbb nekünk. Szóval gyorsabban. Tudjátok, hogy milyen nekem volt egy barátomnak a feleség... Jó, mármint, hogy a nők előbb rúgnak be, az olcsóbb. Ne haragudj, olyan nehezen értem. De ez az én a havas, de minek akarod? Nem kell megérteni, mondja magáért. Miért akarod megérteni? Azt mondja ez a toxikológus, a barátom felesége, hogy azért, mert a férfiak évezredek óta isznak, és az immunrendszer, nem vicc, az immunrendszerük hozzászokott, a nők pedig csak 100 éve. Hát már ne haragudj már, hát ki mondta ezt a hülyeséget? Hogy nem ittak. Hogy nem ittak a nők annak idején, egyáltalán nem ittak. Hát volt, biztos volt 1-2, aki volt, de általában nem ittak a nők. Tehát a női génekben ez az immunvédettség nincs benne. Nekem eszembe jutott, hogy nagymamámnak volt ilyen pohara, és abban be volt jelölve, hogy hölgyeknek, uraknak, disznóknak. Éljenek a disznók! Az megvan, hogy 2 részek találkozik. Most hogy menjek el köztetek? Egyesével! Orbán Viktor nem tárgyal új kisgazda miniszteri posztról Tordján József pártelnökkel. Tordján szerint viszont Boros Imre már nem kisgazda, így nem lehet a koalíciós szerződés szerint kisgazda miniszter sem. Ezért a pártnak még egy tárca jár. A kisveréb fekszik a megfagyva, teljesen megvermedve itt fekszik az úton, és jön mindenféle állat, oda se figyelnek rá, csak jön egy tehén és leszarja. Ettől a melegtől nagyon föléled, és elkezd ugrálni, jön a macska, bekapja. Tanulság, akit leszarnak, az ne ugráljon. Én is a havas módjára elkezdtem értelmet keresni a hírben, tényleg nem könnyű.
Én azt értettem meg belőle, hogy az ember vagy kicsi gazda, vagy miniszter. Ugye kettő az. Nem következett? De, abszolút. Aztán a következő hír, ez meg is erősít. Túri Kovács Béla a Hét című műsorban kifejtette, hogy Tordján József a legnagyobb szolgálatot azzal tenni a koalíciónak, ha visszavonulna. Pár órára rá az FKGP Pest megyei elnöksége a környezetvédelmi miniszter pártagságát pártellenes tevékenység miatt felfüggesztette. Kádár Kenese Érdi, ifjú Répás József Kiskunlacházi és Horváth István Dabasgyóni vezető is hasonló sorsa jutott, az indoklás szerint közülük többen a párt működését akadályozó szervezkedést folytattak, amelynek hátterében Túri Kovács Béla állt. Na látod, igazolták az elméletemet azonnal, ő például miniszter, de nem kisgazda. Én szerintem, hogyha mondjuk az valami komoly nemzetközi szervezetbe a jelenlegi állapotában a kisgazdákat delegálnák, akkor én a Pál utcai fiúkból a GIT egyletet szívem szerint szívesebben javasolnám. Gondoljatok bele, hát hihetetlen, amit művelnek. Hát ez egy színvonal azért a GIT egyletet. Emlékszel, hogy ott kizárják, igen, ezt, igen. Bezárják meg. Hát szóval... Csak ez a Túri Kovács Béla, még ha emlékeztek rá, megjelent a Józsi bácsi, és úgy csókolta, hogy azt hittem kirakják a piros pontot. És hogy ezek olyan hálátlanok, nem? Most ezek én nem mind, akarom védeni nem a Tordján. Ezek mind tudták akkor, amikor összeszövetkeztek a Tordjánnal, ugyanezt, hogy akkor tenni a legjobb szolgálatot, ha most azonnal elhúzna. Üvösbe. De nem mondta egyik se, hogy nem leszek miniszter Józsi nálad, szóval azt mindegyik vállalta azért. Mindegyik, érdekes mondja valahogy. Mert az egy szolgálat. Az. Küldtek egy nagyon édes viccet, csak a reform kisgazdákra jutott eszembe, hogy ezt akkor felolvasom, hogy a feleség elviszi a férjét születésnapja alkalmával a striptizbárba, bemennek az ajtó, megszólal a kidobó ember a férjnek, azt mondja, szevasz Béla, hogy vagy öreg fiú? A feleség elcsodálkozik, azt mondja, te már jártál itt azelőtt, dehogy nem a Teke klubból ismerem. Mennek tovább, oda jön a pincén, azt mondja, szevasz Béla, hozhatom a szokásos italodat. A feleség azt mondja, tehát te sűrűn jársz ide Béla, hogy a pincén tudja, hogy mi a szokásos italod. Ez nem ő a női tekézők csapatának a tagja, néha együtt szoktunk edzeni. Oda jön egy beztelen táncos, azt mondja, szia Béla, akarod, hogy ismét az asztalodon táncoljak? Feleség baromi pipa lesz, kirohan, beugranak egy taxiba, üvölt a feleség a taxiban a férjel, hátra szól a sofőr. Te Béla, állandóan ilyen kis harcias kurvákat fogsz ki magad? Tordján Béláról, meg a reform kisgazdákról, ez jutott eszembe. Ezzel. Hogy lehet kifogni, én is hallottam egy viccet, hogy lehet kifogni a túlzott ellenőrzésen. Pali 160-nal megy lakott területen, a rendőr megállítja, azt mondja, kérdezi a jogosítványt, azt mondja, ne haragudjon, azt mondja, azért mentem 160-nal, megöltem az anyósomat, itt van hátul a csomagtartóban, azt mondja, és egyébként is ne kekeckedjen velem, mert egy revolver van a kesztyűtartóban. Abban a pillanatban a rendőr előveszi a revolver, az erősítést kérek, megérkezik, 3 perc múlva, 6 rendőrautó. Csomagtartóban hulla van, ennek revolvere van. Megnézik a csomagtartót, tök üres. Benyúlnak a kesztyűtartóba, ott sincs semmi. Erre azt mondja a pali rendőrök, na most, ha még azt is rám fogja, hogy én 160-nal szágoldozom a lakott területen. Ha nem baj, hogy ezt így töményítjük, nekem meg arról van egy tényleg rövid viccem, hogy miért lesz valaki Tordjánál mondjuk miniszter, ez volt a kérdés, ugye? Szóval ül a férj és a feleség egy étterembe, odalép hozzájuk egy fiatal nő, és szájon csokolja a hapsit. Kérdezi a nő, hogy ez ki volt? A szeretőm. A csaj őrült, pata, elválok, ott hagylak, kész, vége, a hapsi teljesen nyugodtan. Ugye rendben van, akkor bunda, vissza a kocsi, vissza a lakás, vissza, te meg mehetsz a francba. Csaj kicsit így ül, ugye elgondolkodik, azt mondja, hogy ott a szomszéd asztalnál, az nem a Kovács. De, és az ott ki vele? Hát a szeretője. A miénk szebb. Hogyan hat a szeretkezés növényeinkre? Na, jó van a ebből nem lehet baj. Felködlött az uborka. Tényleg a szénsavas uborkát, azt kérdeztem már, hogy hívják? Nem. Traubi. Nem de. A növények... Nem értem. Traubi, hát nem annyira hülye ember, csak nem jó, hát van ilyen. Én a kovászost jobban. Na, hogyan hat a szeretkezés növényeinkre? Na. A növények elfogadják, beletörődnek a házastársal való együttlétbe. De amint egy szerető lép a színre, féltékenységi rohamot kapnak.
A levelek lekókarnak. Nem csak a levelek. Fonnyadásnak indulnak. A növényeit alaposan ismerő ember rájöhet, hogy megcsalták. Ebben valami lehet, mert én elég keveset vagyok otthon, és a múlt héten a következő levelet kaptam. Andris, te semmire nem figyelsz oda, vigyázz, kókadok. Aláírás, Hibiszkusz Sándorné. Jobbra a tévé mellett az ablaknál. Egyáltalán, bocsánat, hogy mi az, hogy a növények beletörődnek a háztartással való együttlétbe? Nem a sajátjuk, ha ott a lakásban a házastársak. Együtt vagyok, akkor a fikusz nem szól egy kurva szót. De ha felhozok el, mi kis karolik el. Mind a ketten locsolja. Szóval ezért, mert egyébként ez a bozor. Én nem locsolom, a feleségem. Én a feleségem locsolom, a feleségem. Ezt akartam mondani. Növényekre locsolom. Olyan hülyeség tényleg féltékenynek lenni, mert én sem vagyok féltékeny a növényre, pedig engem csak húsvétkor locsolom. Tudod? Ezt akarom. Ezek volt, szerint, hogyha a feleségem ezentől kiviszi a fikuszt az erkélyre, akkor kezdjek gyanakodni? Igen. Mi nálunk... Arra, hogy tud valamit rólad. Mi nálunk meg kell mondjam, hogy az ágyal szemben van egy nagy fikusz, ilyen kicsi korában kaptam, úgy nevelem, kétszer nőttek ki a hálószoba. Ti jól éltek, Júzi, aztán... Van neked az a görög saláta, és akkor ott... Szóval az én fikuszom milyen fikusz? Hát én az én fikuszomról... De ezzel föl lehet nőt vinni, az emberek nincs otthon a feleség, azért a Mancika jöjjön föl, nézze meg a fonnyadt fikuszomat. A kaktusz is megsértődik, hogyha ne találtál? Olyan szúrós lesz valami. Nem. Én nem nagyon szépen. Mi lakunk egy olyan helyen, ahol hát szóval egyszerűen a flóra veszik körül az egész házat. Most a feleségem növény őrült, és most már megszoktam, tele van zölddel a lakás. Minek? Hogy téged figyeljen. Hölgyeim és uraim! Csak azt akartam mondani, mindig azt mondtam, a kanapét sem viszem ki a tisztásra az erdőben. Minden, mert nagyon minden. Hölgyeim és uraim, legyen már! Hát, jöjjön! Ja, miért van? Nagyon jó kell legyen a nézettségünk. Mert? Hát mert munkanapon vagyunk. Ja. Ma szombaton, mint tudjuk, ugye, ma munkanap volt. Nem lesz olyan jó a nézettség ennek a műsornak, mert előtte Gál Völgyi show van, és utána... Vagy az van, hogy anyukám lement már Gál Völgyi show, igen, akkor bekapcsoljuk a tévét. Leesett a mikrofonom. Még mindig jobb, mint a nézettség esett. De ha azt mondod, hogy pisilned is kell, ne számítsd. A Pista elrontja a mikrofonomat. Ne beszélj bele ilyenkor közelről. Houston, we have a problem. Meg vagy Kovács László a Hajógyári szigeten egy MSZP rendezvényen kijelentette, hogy jövőre legyőzik a Fideszt, és véget vetnek Orbán Viktor és kormánya kész átverés show műsorának. Azt is mondta a Kovács László, hogy az a címe, hogy Barátok közt, vagy az első generáció. A parlamenten... Én a Tordjánénak kitaláltam egy nagyon jó sorozatot, a Madangyal. Igen. Ezzel én is eljátszottam otthon, én tudtam, hogy ezt fogjátok kitalálni, először én is ezeket írtam föl magamnak, hogy milyen műsorok lehettek volna még. Áder, de gondoltam, János, Áder, gondoltam János. Hogy ti is kitaláltam. Megvan az Áder? Nem. Csíz. Megnéztem, hogy mikor van a műsor, megnéztétek? Nem. A kész átverés az a heti hetes előtt van, utána mi jövünk. Nézzétek meg! A havas felé. De van még rosszabb hírem, és megnéztem, hogy milyen műsorok vannak. Még gondolkoztam azon, hogy Kovács Lászlónak milyen tévéműsorok lesznek ugyanekkor.
Másnap ugyanebben az időben tudod, mit találtam? Rögtön jövök. Aztán egy másik csatornán ugyanebben az időben, amikor ez a műsor van, az van, hogy a három ninja visszarúg, és rájöttem, hogy közvetítik a miniszterelnök jelölt választást. Hogy el lehet még ezzel játszani. Nekem az, hogy parlamenti közvetítés híresek és gazdagok, mert van egy ilyen. Nekem a csurkának is van egy hova, tovább. Matolcsi György gazdasági miniszter várpalotai beszédében elmondta, hogy hazánk, meghonosítva a legkorszerűbb technológiákat, bekapcsolódott az ipari reneszánszba. Hozzátette, hogy hamarosan Pannon kistigrisként fogják emlegetni hazánkat, majd nyillövéssel jelölte ki az ipari park alapkövének helyét. Verebes, ide figyelj csak, hogy hangzol egy ilyen színdarab, hogy mi Pannon kistigris az ipari reneszánszba? Vagy fordítva, ugyanolyan értelmes, ipari kistigris a Pannon reneszánszba. Ez a kézenni... Milyen jó színdarab lenne. Érdekes, ha levegőt veszek, ő rögtön elkezd gondolkodni. Nem, nekem azt és tetszik, elég nehezen vesz a levegőt. Elképzelem magamban, hogy kifeszíti a nyilat, és aki körbefordul, elvesz, hogy ahol elzik. A sokkal ott. De most a M7-es nyomvonalát például hogy fogják kijelölni? Gondolom, nem tudom. Úgy, mint a Robin kellett, Hood, azt vagy... tudod, amikor a Robin Hood haldoklik. Nagyon öreg Robin Hood. Ja, hozzá csak ide a nyilamat, és ahova kilőben ezt a veszőt, ott temessenek el. Odaadják neki célot, meghúzza. Így történt, hogy Robin Hood a sublót második fiókjában temett. Tehát a Nemzeti Színházat azt mondjuk hasraütésre tudták kijelölni. Amit mondta, az nagyon jó, hogy a strádaépítésnél a nyilla kijelölik. Szerintem meg, ha lehet, hogy rosszul emlékszem, nem úgy volt, hogy amikor Attilát eltemették, akkor lenyilaszták azokat, akik tudták, igen, hogy hol van. Szerintem a strádával is ez lesz, hogy megépítik, és lenyilazzák, akik tudják, hogy hol volt a stráda. Tudják, hogy hol volt a pályázat. Azok azt fogják lenyilaszni. Még az autópályához annyit, hogy nemrég olvastam egy tudományos cikket, ami arról szólt, hogy az M3-as... Sokkal tudományos cikket is olvasni, igen. Tehát az M3-as, autópálya építése előtt az előírásokként föl kell tárni a területet, hogy mentsék a leleteket. És kiderült, hogy a honfoglalás előtti időszakba tartozó avar, szláv sírok, arról tanúskodnak a csontmaradványok, hogy iszonyú asszály volt az előző 100 évben, és amikor Árpádék megérkeztek a Kárpát-medencébe, legyengült embereket találtak, akiket egyszerűen nem kellett leigázni, mert egy magyar harcos így meglökött egy avar, és az olyan éhes volt, hogy hanyat teszett. Képzelni, hogy akkor egy férfi hozzám nyúl, engem milyen undor fog el. Nogdácsú, még te vagy az! Ezek összevesztek. Na, de nem ezen, és mindig egymás kezét se fogtuk meg, látni. Na mi van? Ezért nehéz megépíteni. Jó van. Megpróbáltam a logikáját. Nem vágottál be a Henrikért. Mi abban a logika? Most magyaráztam el, hogy egy karcsapás nélkül. Akit ásták a strádát és teljesen. De magyarán nem volt külsies. Egy másik hírrel előreugrani, azt mondták nekem. Nem szabad. De az előre. De akarom mondani, hogy majd később Kövér László elmondja, hogy ez egy teljesen legyengült ország. Olyan, mint aki a gulágról hazatért, a csupa rabokból, szerencsétlenekből. Hát ez is úgy van. Tehát akkor itt viszont hozzáteszi, hogy soha nem látott fejlődés előtt állunk. Úgyhogy nem kell hát a nagyon fél. Most jól áll. Túl pontról gondolja, hogy most ez akkor most fog, igen, majd hát jó, igen, rendben van. Azért mondom, hogy ha ő is tudja, hogy ilyen nagy baj van, meg a Kövér László is tudja, és mégis jól állunk. Hát akkor baj az avarokkal. De ő azt mondja, hogy már gulágnál is most baj. Is most is baj. Az avarokkal baj volt, az miért probléma ma? Nem érted? Nem voltak fényes győzelmeink, nem érted? Karcsapás nélkül hódítok. Hogy jön össze ez az M7-essel? A avarok ráöntötték az M3-at, és akkor az avar csak nézett. De már le volt betonozva. Azt nem érted, hogy nem volt pályázat, és minden harc nélkül elkezdték az aszfaltot lerakni. Érted? Hát és szóval akkor és a végén mindenkit lenyilasznak. És arra jön a Pannon kis tigris, és azt mondják, sicca francba!
Kövér László, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 5. országos kongresszusán kijelentette, hogy a magyar társadalom, mint egy koncentrációs táborból a gulágról szabadult rabbeteg, legyengült és pszichésen is megviselt állapotban van. Hozzátette, hogy a nemzet perspektívái 1914 óta nem voltak ilyen bíztatóak, például reális közelségbe került a teljes foglalkoztatás megvalósítása. Szóval én nem tudom, mit mondott Kövér, de hogyha ezt így mondta, ez nagyon érdekes, mert 14-ben szerintem is hihetetlen jó perspektívák voltak. Csak háború jött, Trianon jött, egyik forradalom, másik forradalom, vörös terror, fehér terror. Szerintem is marha jó perspektívák vannak, nem? Na de nem tudták. És mi az, hogy a teljes foglalkoztatottság? Hát mi ez? Abból ilyen volt ki? Már én is úgy. Na de nem az a lényeg, de hát ez hogy jön ki? Hát maximum azt mondja, 6%-ra elolvastam, hogy 6%-ra csökkent a munkanélküliek száma. De ez csak úgy jöhet ki, ugye, hogy egyre kevesebb az az idő, amíg kapják a munkanélküli segélyt. Addig vannak ugye regisztrálva. Utána, mint aki már éhen halt, már kiesett innenféle. Már minden. Az már nem is számít. Az már nem munkanélküli, mert már nem ember. Hát... Van itt még egy másik mondat is. Amondó vagyok én, hogy ebből az 50 évből 40-et a 40 évben éltem. Ez alatt én sem rab nem voltam, se beteg nem voltam, se legyöngült nem voltam, pszichésen nem vagyok megviselt állapotban. Én úgy gondolom, hogy én a diktatúrában is szabad ember voltam, annak tekintettem magamat. Nem igaz. Ha Kövér László megmondja a szemünkbe, hogy a magyar lakosság olyan, mint a gulágról szabadult rab, beteg, legyengült és pszichésen megviselt, ez mind azért van, hogy javítsa a lakosság közérzetét és mentálisan feldobja minket. Nekem volt egy ismerősöm, akinek az volt a mániája még az Átkosban, hogy időről időre beindítják egyszer az összes mentőautót, hogy az emberek örüljenek, hogy egészségesek. Ez ilyen. Igen, mert ehhez képest jó vagyunk. Hát igen, szóval... ehhez képest jó vagyunk. Meglepődtek a tűzszerészek, amikor a bombától tartva egy pécsi postahivatalba hívták őket. Bombától tartva, igen. Egy csomag zümmögő hangot adott, melegedett az alja is. A tűzszerészek a csomagot kinyitva két darab 30 cm-es zöld és fekete színű, véletlenül bekapcsolódott vibrátort találtak. Hány centise? 30. Jó. Ez még mindig jobbik eset, mint hogyha mondjuk egy hölgy a lába közt egy 30 centis kézigránátot találsz. De hát ez iszonyú. Ekkora? Én 18 éves korom, hát mindenki leméri, nem? Én lemértem a saját vibrátoromat. Hát nem volt 30. Nem volt semmi baj a szám vele. Rosszul, nagyon rosszul mérted. Miért? Mert föntről mérted, alulról kell mérni. Igen? Persze. De az csak bizonyos állapotban lehet. Hát úgy méri miért, mikor méri az ember? Elnézést. Ti mikor értékeltek? Egy bizonyos állapotban, nem? Ha nincs bizonyos állapotban, akkor nem érdekes. Ebbe teljesen. Én szerintem a vibrátor nagyon jó, mert végül is ugyanazt az eredményt éri el, mint a nem vibrátor, és ráadásul a gazdájának nem olyan rossz a lehellete. Ja, és mit mond a banán a vibrátornak? Ne remegj, engem meg is esznek. Nekem az jutott eszembe, hogy olyan 18-19 évesen a tengerparton kiszúrtam egy német lányt, de több ezeren feküdtek a tengerparton, és valami gyönyörű volt, egymás mellett feküdtünk a homokban, fél óráig fogtuk egymás kezét, és végül azt súgta a fülembe, hogy nincs hova menni. Mondom, hát nincs. Mert tudod mit? Próbáljuk meg a tengerben. És egy probléma volt. A történet már, hogy csak ez a balti tengernél volt. A külügyminisztérium 5-ös számú Ázsia és Óceánia főosztályán érhető el Szabó László Zsolt, az MTV volt elnöke, aki megkezdte felkészülését konzuli posztjára. Hát ha eddig konzulátus nem ment csődbe, most fog. Az hogy van, hogy amikor én sokkal kicsibe, sokkal kisebbe valamit irgalmatlanul elcsesztem, engem soha nem vittek el diplomatának. Miért? Ez egy típus, aki... Alkat kérdése. Alkat. Ez országi más probléma, ne haragudj, ilyeneket kell. Ennek jól áll a smoking. Szavagy ilyen.
De hogy tényleg nem kérdezik meg, hogy azok a milliárdok, amik ugye, hogy azokat, ez egy jutalom. Az ausztrálok is már készülnek, már varják be a kenguruk zsebeit. Ja. A Sok vihar közepette készülő Hídember című produkció első jelenete a legnagyobb magyar Széchenyi István szeretkezésével fog kezdődni. Az ifjú Széchenyi egy utcalánnyal bújik ágyba. A Széchenyit alakító Eperjes Károly állítólag nem vállalta hátsó felének mutogatását, így valószínűleg fenékdublőrt fognak alkalmazni. Egy nem létező, még le nem forgatott film, egy le nem forgatott első jelenete, amit még ki tudja azért milyen lesz. Még nem írta alá állítólag a szerződés. Hát miért kell? Hogy lehet egy hírnek ekkora feneket keríteni? Nem beszélve, tényleg jó, sok baj van, de szíve joga nem mutatni a fenekét. Hát szíve joga. De nem, én meg azt nem értettem sose, hogy egy dublőrrel történik valami. Hát hiszen a mozinéző úgyis azt fogják hinni, hogy az az ő feneke, nem? Na de ugye szép legyen, érted? Mondjuk esetleg. Ja, szép fenek. De esetleg van rajta valami hiba. Ja. Oda van tetoválva Mariska, nem tudom. Viszont szeretném elmondani, hogy én viszont nagyon bántam, egyszer volt egy Jancsó TV játék, a Dr. Faustus, igen, és abban nekem kellett volna egyszer háttal állnom mesztelen egy ciklán, és nem engedtek ki a Vígszínháztól, nem engedtek ki kimenni egy napot Jugoszláviából, ott lettem volna egy hetet is, de nem egy napra se engedtek ki, és ezért választottak egy nőt, és az áll háttal, és annyira bántott, mert szerintem túl nagy volt a feneke. Rendben hogy azt hiszik, hogy az az én fenekem. Nem az az én fenekem. És most szólsz, Juci, hát. Mind Szlovákia, mind pedig Románia aggodalmát fejezte ki a magyarországi státustörvény miatt. Különösen azt nehezményezik, hogy Romániában 10, északi szomszédainknál pedig 5 irodát akar nyitni Magyarország az éles világháborús taposóaknát. A gránátot egy csatorna építése közben találták, és a sásdi jegyző a tűzszerészek megérkezéséig a városban különösen népszerű munkanélküli S. Lászlóra bízta. Ő kiskorú nyilvánvaló. Szerintem azért nincs munkája. Vagy gondolta, hogyha fölrobban, akkor eltűnik a munkanélküliség. Ő este 10-ig becsülettel vigyázta is, de aztán elunta magát, és hazament aludni. Másnap visszatért, de délutánra ismét elunta magát, és betért a kocsmába. Néhány fröccs után visszament, és a húna alá csapva a főutcán végig tántorgott, és elvitte azt a benzinkútig. Majd ismét a kocsmába vitte, és a kályhára tette. Hidág volt! Gyerekek, a Chaplin nem tud ilyet kitalálni, komolyan mondom. Mint mondotta, azt hitte, hogy egy boronatárcsa. Az aknát végül a tűzszerészek hatástalanították. De kár, hogy vége van. Hát nem tudom, de mondjuk ez a sásdi edző, aki igen, erre hát a különösen azért népszerű munkanélkülre bíz. Hát szóval meg a szakértelem legyen számított, igen, itt is. Igen, de hát akár, hogy ugye a cikkben leírták, hogy a neve Kajdor Béla, pedig neki is nyugodtan írhatták volna, hogy K. Béla, sásdi edző. A Debreceni Önkormányzat Kulturális Bizottsága a Fővárosi Operett Színház korábbi igazgatóját, Halasi Imrét jelölte meg első helyen a Debreceni Csokonai Színház igazgatói székébe. A színház 79 művésze közül 71 szintén Halasi Imrét látta volna szívesen az igazgatói székben. A szakmai szakértői bizottság szerint teljes körű konszenzus Halasi Imre pályázatával kapcsolatban alakult ki. A fideszes többségű rendkívüli városi közgyűlés ennek ellenére 2005 végéig a Budapesti Madách Színház művészét Csutka Istvánt választotta meg színházi. Azért ez egy nagyon érdekes tantörténet, gondoljátok csak végig. Először szavazott 71-5 arányba a színház dolgozó garnitúrán, igaz? Aztán összecsapott az önkormányzat keretei között a két párt, és akkor nekiáll két nagy párt azon vitatkozni, hogy a fideszes vagy a szocialista színigazgató a Jobbik színigazgató. Dolgozók azok le vannak szarva, nem érdekel senkit. Tehát azért mondom, hogy ez egy tantörténet, figyeljétek a jövőt, ezután a szomszédban a hentes, a zöldséges, a kukás autónak is lesz egy fideszes vezetője, aztán lesz egy szoci, aki húzgálja a kukát. Tehát azért, szóval hol van a hülyeség határa, hol kéne meghúzni azt a szintet, ahol nem párt feladat, tehát nem pártoknak kéne eldönteni, nem? Hogy ki a, végülis nektek kéne ehhez érteni, sőt, te talán szenvedő fele is vagy. Ez egy normális dolog, hogy színigazgatók az ugyanúgy része a nem tudom melyik a fideszes igazgató, meg nem tudom melyik az MSZP-s igazgató, de nem is érdekel. Maga az őrület, a szerkezet. Hát
Ja. Érdektelen, érdektelen, hogy ki milyen művész, milyen igazgató, teljesen érdektelen. Most nem az lesz, hogy ezek ott vannak 5 évig. Még ettől a Csutka még lehet, hogy jó igazgató, nem tudom, fogalmunk nincs. Elvégzett ilyen iskolát, olyan, hogy jó szervező, minden lehet. Tehát még az is lehet, hogy ez véletlenül alkalmas, de már ilyen körülmények között, hát egy handicappes, ugye? Igen, de... És ha nem jön be, hát akkor elmehet konzulnak. Bocsánat, arra, amit a Kéri mond, hogy nincs-e itten ez az egész dolog túlságosan átpolitizálva, és hogy ez meddig fog tartani? Ez hogy van? Addig, hát ez neked... Amíg a szocik nem kerülnek hatalomra. Mert aztán ez megáll? Nem, akkor ezeket mind leváltják szépen, és jön a következő. Én csak azt akarom mondani, hogy azért ne menjünk már el mindig szó nélkül amellett, hogy hát van az őrültségnek határa, nem minden a pártok dolga. Mert hogyha az, hogy ki a színházigazgatót, az a kérdés, hogy melyik párt, akkor onnantól kezdve lassan minden az lesz, nem? Tehát, de hát most nem így van. De most szólni, ezt mondom, hogy akkor legalább ha tudsz ugatni, mondják, hogy rendben van, hülyének néztél, de tudom, hogy annak nézel, és te is tudjad, hogy tudom, hogy hülyének nézel. Szóltam, és minden úgy marad. Szólunk, hát szólunk. Én szólunk, megegyeztünk. Hülyének vagyunk nézve, de mi tudjuk. Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatással van szexuális életünkre. Különösen ösztönző számukra a labda látványa. A labdába való belerúgást vagy kapura lövést már elő... Hát, szóval én azt mondom, hogy azért még erre egy picit térjünk vissza. Hogy hát, ha nem így lesz, nem? Hát, ha egyszer nem így lesz. Mikor? Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatással van szexuális életükre. Különösen ösztönző számukra a labda látványa. A labdába való belerúgás... Mert azért az fontos, hogy valahogy eljusson az emberekhez, hogy mi szóltuk. Bocsáss meg, Andriskám! Ennyi, beérje! Jó így? Az olasz nők 70%-a büntetésből mindig felolvasom előre. Legalább megtettük a magunkét. Az olasz nők 70%-a szerint... Ki nem szarja le már az olasz nőket ezzel a kutalogással? Hát ez nekünk ez a fontos. De hogy nem, mennyire az... át van politizálva, gyerekek, ez is egy párthír, csak itt hülyéskedtek. Nem. Hogy a foci. Hogy a foci. Jaj, ezt nem is vettem én. Látom. Hát azért mondom, mert én szeretem a focit, de te nem figyelsz. Pedig nem vagy olasz nő. Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatással van szexuális életükre. Mit tudom én, hogy valami lesz majd belőle. Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatással van szexuális életükre. Egy gondolat. Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatással van... Nem, mintha ez olyan fontos lenne, hogy a halas írja fel Csutka, csak a gondola, hogy valamit mond. Az olasz nők 70%-a... Kedves nézők, lassan kapcsolják ki, vagy a Jáksót, vagy a kert. Az olasz nők 70%-a szerint a foci jó hatás... A Jáksót. Van ez a vicc, hogy két ember beszélget, én egy hónapban kétszer teszem magamévá a feleségemet, másik megszólal, én hetente. Neked nincs is feleséged. Ja, azt hittem a tiédről beszélgetek. E heti feladvány hírünk, amelyre kommentárjaikat várjuk a következő. Érdekes rovattal bővült a világháló. Erotikus kalandjaikról itt tartanak élménybeszámolót a férfiak. A szex panaszkönyv listáján több tucat budapesti prostituált és masszázsszalon szerepel címmel, telefonszámmal. A férfiak kritikájukat kendőzetlen a nyilvánosság elé tárják. Tessék ezzel kapcsolatos véleményüket, kommentárjaikat megírni. A telefonszámunk ettől függetlenül 0712-303-2253, 1119 Budapest Sopron út 40, ez egy ilyen cím. heti.rtlklub.hu, ez egy e-mail cím, www.rtlklub.hu, ez meg egy webcím. Akarsz egy nagy kavalkádot a végére? Uh-huh. Akkor indítsák el a zenét. Zene.